Hogyan válunk animéssé? Az biztos, hogy nem egyik pillanatról a másikra. Az animéssé válás egy folyamat, ami általában egy külső tényező, egy barát, családtag vagy egy ismerős esetleg a tévé hatására érhet el bennünket. Persze akad olyan is, hogy valaki teljesen egyedül ismeri meg az animék világát, de az inkább a ritkábbik jelenség. Annyi biztos, ahány animés létezik, annyi különböző történet is létezik arról, hogyan is kerültünk bele ebbe a szubkultúrába. És így jutunk el a mai témánkhoz, ami nem más, mint az, hogy én hogyan lettem animés. Remélem, érdekesnek fogjátok találni a mai videót. Eléggé általános dolog szerintem az, hogy képbe legyünk azzal, hogy mi hogyan is lettünk animések. Hát ez természetes, az, hogy amiért itt vagytok, nézitek ezt a csatornát, az azért van, mert animések vagytok, de viszont ez az egész animés dolog valamikor elkezdődött. És bár több mint 100 videót készítettem erre a csatornára, de még sosem beszéltem különösebb arról, hogy én miért is lettem animés, hogyan, de milyen folyamatokon keresztül mentem ezen végig, hogy végül nektek videókat készítsek, stb. Úgyhogy eldöntöttem, most megbeszéljük szépen azt, hogy én hogyan lettem animés, és jelentkezzetek be szépen a YouTube-ba, vagy a Google fiókotokba, vagy mit tudom én mi a rákba, mert kommentelnetek is kell, ugyanis nektek is le kell írnotok azt, hogy hogyan lettetek animések. De előtte, mielőtt elkezdjétek gépelni, hallgassátok meg az én animés történetem. Mikor én nagyon kicsi voltam, ilyen 2005 tájéken, hát éppen olyan 10 éves lehettem nagyjából, akkor voltak az az A+-os dolgok, RTL Klub is még nyomatta az animéket, és a nővérem hatására én elkezdtem nézni nagyon az Inuyashát, mert valahogy tiszteltem a nővéremet és próbáltam utánozni azt, amit ő is csinál, és az Inuyashában nagyon belebolondultam ebbe az időszakba. Ugyanakkor kijött az AMV rettenetnek az első epizódja, ami meg azért volt jó, mert egy csomó animét, nem tudtam, hogy animékre hogy kell rákeresni még az interneten, kicsi voltam, nem is értettem a szubkultúrához, és megnéztem egy csomó feliratos animét, főleg olyat, amiben cicis lányok vannak, szóval a Golden Boy, illetve az Elfen Lied is, mert a trancsírozás is kezdett egy kicsit érdekelni, vagy kis vérengzés azért jó tett a kis gyermeki lelkemnek. Igen, szóval így ismerkedtem meg az animékkel, igazából a nővérem hatása, illetve azzal, hogy a tévében én láttam az Inuyashát, így akkor a Jetix-en még vágott verzióval a Naruto volt, az teljesen belebolondultam, és azt állandóan néztük, és egyszer kínszenvedés volt folyamatosan nézni újra és újra a részeket, mire végre valahára kijött egy újabb évad. Aztán ez az animézés nálam egy kicsit aláfagyott. Igaz, hogy megismertem az alapkifejezéseket, mi a hentai, mi a shonen, shoujo, yuri, meg az ilyenekkel, ezekkel kezdtem már tisztában lenni, de úgy voltam, hogy amiért a nővéremet se érdekli, kifejezettem már a dolog, így az én figyelmem is egy kicsit távol állt. Megnéztem az első feliratos animéimet, de nem nagyon volt nem hatással. És 9-es koromban, illetve 9 vagy 10-es koromban úgy voltam, hogy egyre jobbak voltak a jegyeim, és több szabadidőm volt, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy tudom, mi az az ecsi. Na, nézzünk mondjuk ecsi animéket, egye fene, mert az biztosan nagyon jó. Biztos egy csomó remek darabot tudnék megtekinteni. És igazából a fő ötlet az az volt, hogy a Death Note-nak volt valami ovája, amit én nem láttam. Teljesebb legyen a kép, feljöjjön néhány emlék, stb. És úgy gondoltam, amikor azt megnéztem, akkor ecsi animék egy jó irányt adnak, és akkor kezdjünk animézni, újra csináljuk ezt. És akkor már nem volt megállás. Ez a naponta megnéztem 12 részt minimum, egy évados animéket megnéztem, ledaráltam napok alatt, és egyszer folyamatosan kezdtem az animéket, és teljesen meghűltem, és az érdeklődésem abszolút ebben az irányba elkezdett terjedni. Végül annyira, hogy pár év múlva már elkezdtem videózni is, mert olyan nagy szófosásom volt az animék miatt, hogy úgy gondoltam, hogy ezt érdemes lenne másokkal is megosztani, és innentől meg már ti is tudjátok, hogy mi van. Anime kommentár, első videó, és hát szörnyű, hogy miért van annak a videónak olyan nagy nézettsége, mert az első videóm az valami borzalmas így utólag visszanézve. Minden esetre én így lettem animés. Igazából a testvérem hatására, abból mert az ilyen Naruto meg hasonló, azért elkülönböztek ezektől a Tom és Jerry kategóriáktól, meg a Freddy Bénitől, és úgy gondoltam, hogy ez engem jobban érdekel. Úgyhogy alapjárta azért kezdtem el, mert mások voltak az animék, mint a sima rajzfilmek. Ugyanakkor szerintem az erőszak, illetve az, hogy egy kicsit izgalmasabb és feszültebb lett a légkör az erőszak miatt, illetve az öldöklés miatt, így szerintem sokkal élvezetesebb volt egy animét nézni, mint egy olyan, ahol csak egy ingyom-bingyom táli be, meg itt tudom én milyen lószarok van. Szóval értitek még, hogyha ez egy írtógáz kifejezés is volt. Igazából
ennyi az én animés történetem. Én így lettem animés. Ezek a szempontok váltották ki azt, hogy én most ott legyek akkor. Úgyhogy lényegében az utolsó dolgok nem mondta el, hogy igazából volt egy kis érdeklődésem, némi motivációm arra, hogy még jobban megismerjem az animéket és hogy még többet lássak. Ugyanakkor a kamaszkori pubertáskor és azt akarta, hogy én melleket lássak és ecsi animéket nézek, úgyhogy ebből kifolyólag volt, ami ösztönzött arra, hogy még több ecsit nézek meg, és ugye ez később már komolyabb vizekre is átment, és már kezdtem más animéket is nézni, úgyhogy most már szinte majdnem minden kategóriában láttam animét. Úgyhogy én így ismertem meg az animéket. És ti hogy ismertétek meg az animéket? Tüstét iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, és azonnal írjátok le nekem, hogy ti hogyan lettetek animések. Nagyon-nagyon érdekel mindenkinek a története. Tudom, hogy rohadt sokat kell írni, de hogyha sokat is akartok írni, én akkor is el fogom olvasni a kommenteteket, és természetesen mindenkire válaszolni is fogok. Igazából ez a videó csak ennyi lett volna. Azt akarom, hogy írjátok le az animés történeteket. Most, hogy az enyémet hallottátok, szerintem ennyit én is megkaphatnék, hogy legalább a tieteket megismerjük. Ismerkedjünk egy kicsit jobban össze. Szervusztok, hamarosan jön még egy top listás videó.